Sziasztok! Köszöntelek titeket ezen a szép júliusi estén. Manu és én lejöttünk egy kicsit kutyogtatni a Bodrogra, de ez a film most nem erről fog szólni, hanem az éjszakai felszíni wobbleres harcsapergetésről. Hogyha követtétek a posztjaimat mostanában a közösségi médiában, akkor láthattátok, hogy nagyon sok harcsát fogtunk, én is és a vendégeim is. És hát ezekből a harcsafogásokból sikerült egy párat megörökíteni. Persze korlátozott videóanyag állt rendelkezésemre, hiszen én sem hordok mindig magammal a kamerát, amit nem mindig videózunk. Ha nálunk is van, akkor sem mindig videózunk. És hát a technika ördöge is gyakran közbeszól, és vagy az akkumulátor merül le, vagy a memóriakártya telik meg. De azért sikerült egy pár harcsafogást rögzítenünk, és a film elkészült, és most meg is nézhetitek. A teljesség igénye miatt vissza kell mennünk egy kicsit az időben, egészen májusig, még a harcsatilalom idejéig, ugyanis május végén, június elején megkésve érkezett a Zöldár mindkét folyóra, a Tiszára és a Bodrogra is. És ez azért fontos nekünk, azért fontos ezt megemlíteni, mert idén nagyon-nagyon magas árvíz volt, és szépen elöntötte a Bodrog-Zug árteret. És hát június elejére, valamint közepére, amikor egyébként véget is ért már a harcsatilalom, nem csak a nagyobb ártéri csatornákon, hanem rengeteg kis átfolyón ömlött visszafelé a meleg ártéri víz az élő folyóba, és ezeken a helyeken nem csak a víz, hanem millió ivadékhal is érkezett vissza a folyóba. Ezeken az ivadék vonulásokon horgáztunk, ez már önmagában remek feltételeket teremtett az éjszakai felszíni wobblerezéshez, de ezt még az is segítette a dolgunkat, hogy nagyon zivataros volt a júniusunk, zivatarok, záporok jöttek-mentek, és gyakran nagy mennyiségi csapadékot hoztak, és hát emiatt időről időre, 1-2-3-4 naponta mindig érkezett egy kis pesdülés a folyóra, egy kicsit beszőkült, meggyorsult a vize, szőkébb lett, és hát ez még ideálisabb feltételeket teremtett az éjszakai harcsapergetésre. A folyóba érkező rengeteg ivadék mágnesként vonzotta a ragadozó halakat, így a harcsákat is. És nagyon eredményesen tudtunk rápergetni éjszaka. A harcsák méretére sem lehetett panaszunk, hiszen nem csak az átlagos 60-70 cm-es harcsácskákból tudtunk fogni, hanem bizony fogtunk szépen 80-90 cm fölötti bajszikat is, sőt, néha sikerült elcsípnünk egy-egy méter fölöttit is. Nagyon érdekes, hogy azokon az éjszakákon, amikor nagyon élt a víz felszínen, nagyon nagy nyüzsgés volt a víz felszínen és sok rablás volt, akkor inkább a kisebb harcsákat tudtuk megfogni. Amikor sok rablás volt, akkor a harcsák átlag mérete 60-70 cm körül mozgott, ezeknél kisebbeket is fogtunk, valamint egy-két 80 cm körüli bajszost, mivel ezek a halak azt jelentették, hogy 1-2 kg-os harcsáktól 4-5 kg-os harcsákig tudtunk fogni. Ilyenkor nem volt szükség túlerős felszerelést használni, médium karakterisztikai botot, 3000-es orsót, 15-ös fonodzsinort, valamint kisebb wobblereket tudtunk dobni. Ezzel a könnyed pecával nagyon nagy élmény volt ezeket a méretű harcsákat fogdosni.
Nem olyan könnyű most őket becsapni ám ebbe a rengeteg sok táplálékhal között. Kicsit trükközni kell a bevontatással. A nagyon lassú és a gyors bevontatást váltogatom. Iszonyat lassúból. Nagyon-nagyon-nagyon lassú bevontatásból hirtelen átváltok gyorsba, megugrasztom, és akkor fogja meg, elképesztő, ilyen dolgokra kell figyelni. De hát most ezt kell nekik, ezt kell csinálni. Nem valami szépen vettem ki ezt a kicsit, de már elrontottam legalább hármat, úgyhogy itt mindenféleképpen ki akartam venni, megmutatni. Hát aprócska kis harcos, de ő a jövő nagy reménysége. Mehet is vissza. Nagyon nagy ötlet volt, hogy pont ma nem hoztam magammal a kesztyümet, mert bizony még ezek a kicsi harcsák is komoly sérüléseket tudnak okozni, hogyha nem jól fogjuk őket. Eléggé hegyes, éles, apró fogaik vannak, de hát így jár, aki vaktában pakol, gyorsan pakol, és otthon hagyja az egyik legfontosabb dolgot. Ez már jó bajszi lesz. Hát ezzel a könnyű bottal nem is olyan könnyű. Szóval ezzel a könnyű bottal nem is annyira könnyű. Viszont hatalmas élmény.
Nagyon jó erőben volt. Hát most már nagyon kellett volna a kesztyű. Jó édes foga van. No. Alakul. Én már nagyon szép jószág. Remélem lehet lesz látni a felvételen. Nagyon szép. Igazi erős. Gyorsan engedem is el. Itt rabolnak körülöttem a halak. Megpróbálok minél többet megfogni. Nem tudok sokáig gyönyörködni ebben a szépségben. Hadd menjen. Újabb méretes, méret közeli bajszi. 60 centi körüli lehet. Megpróbálom megszabadítani a horgoktól úgy, hogy ne sérüljön. Nyilván. Aha. Most látom is, hogy mi van a szájában. Mármint a horgomon kívül persze. Mutatom nektek, hogy mit esznek. Ugyanis a szája tele volt vele, és egyet bizony felköpött. És nem tudom megfogni, mert olyan, mint a csík. Mert hogy az? Mármint, hogy az is valóban csík. Remélem látszik. Ők vannak most a... harcsának a... célkeresztjében. Aztán azokon az estéken, amikor kevesebb rablás volt, kevesebb halat is fogtunk ugyan, viszont a halak átlag mérete jóval nagyobb volt. Ilyenkor, ha bár az egész éjszakát egy-két akcióval úsztuk meg, egy-két halat tudtunk csak megfogni, de azok a halcsák inkább 90 cm fölöttiek voltak, és ezeken az éjszakákon sikerült egy-egy méter fölötti halcsát is megfogni. Ilyenkor már sokkal erősebb felszerelést használtunk, nyilván egy heavy karakterisztikájú botot, 4000-es orsót, valamint 20-as fonottat, vagy még akár ennél is vastagabb fonott zsinort. És hát persze ügyelni kellett arra is nagyon, hogy azok a fablerek, amiket dobunk, azok fel legyenek készítve ezekre a 90-100 cm fölötti harcsáknak az erejére, így nyilván végigdrótozottak legyenek, valamint erős kulcskarikákkal és erős, háromszoros vagy négyszeres erősségű VMC, illetve óvnár horgokkal legyenek szerelve. Szép volt.
tudom mennyire látszik, az a szeme, az ott, arra a szemére vak. Így kéne kinézni a szemének. És itt így néz ki. Két videó lett belőle, meg közben megszokott. De veszem. Jó harcsa ez. Ugye rárakom a fényt, akkor gondolom. Jó, most szép. Mehet. Jó. Várj. Kicsit közel próbálok menni. Mehet. De miért erre, hol erre van ez a fény? Ne így lesz a jó. Nem homályos a... Nem. Szevasz. Ó, pirosat megint? Az egyik este hárman indultunk éjszakai halcsapergetésre, feleségem, valamint egyik jó barátom Laci, és ez az este a csendesebbek közül való volt, elég csendes volt a vízfelszín, egy-egy pukkanás lehetett csak hallani. Először a folyókanyarulóknak a külső évét a mély oldalt csurogtuk, és a bokrok alatt összegyűlt ivadékok között próbáltunk halat fogni, ám ez a tervünk nem vált be. Viszont a folyókanyarulatnak a belső ívén, a sekély oldalon hallottunk egy-két szép pukkanást, és úgy döntöttünk, hogy azt érdemes megcsurogni, mert nagyobb harcsát reméltünk. Így hát fölmotoroztunk 200-300 métert vissza, és elkezdtük csurogni a sekély oldalt. Nem is kellett sokat dobnunk, néhány dobás után újra hallottuk a nagy harcsa pukkanását, körülbelül 50-60 méterre alattunk. Majd egy-két perccel később már annyira lecsurogtunk, hogy úgy éreztem, hogy nagyjából dobás távolságra van az a hely, ahol rabolt a nagy harcsa. Elnyújtottam hosszan a part felé a dobást, és ahogy vizet ért a wobbler, azon nyomban felrobbant a víz. A harcsa hatalmas pukkanással szedte le a wobbleremet. Rögtön tudtuk, hogy az idei év egyik legnagyobb harcsája van a horgon, méter fölötti harcsa. Ezt nézzétek meg. Szedd fel, ha van kedved. Hallod? Esküszöm neked, nem direkt csinálom. Ez nagy ez a hal. Hát a durranásból is hallottuk, hogy nagy, de ez tényleg ez a hal.
hal. Uh-huh. Nem, ez 15 fölött van az a hal. Az a jó. Modrogon, hát modrogon nem is fogtam még ilyen. Jaj, meg a Predateknek a izéje, már ez nincs végig tóltunk. Ja, az zaj. Ne feladhatnál. Fel kell szedni vele, elfogy a memóriám. Te be is filmezel? Aha. A bánya felekeményen? Hát bánya lekeményen. Tedd fel. Fogjunk már mi is valami. 15-ös, 20-as forma szerintem. Csónak alá, minden állam. Csónak alá. Megnézzük, hogy az a nyelv az bírja ezt a stapát, vagy nem. Hát pedig úgy tűnik. Hát innen már lenne elveszíteni. Cső, azt hiszem. És rájöttünk. Nagy bukkavatás. Van fel, miért Isten fogtam? Külön, csak ez elfelére kérni, no. Húzd el. De nem, nem merem elvetetni, amit pont amiatt, amit mondtam, hogy a nyelv. Fogja mi a dobot? Okay. Na? Újra. Bankotta? Hát a... Messze vagyunk a parton, amúgy. Messze vagyunk a parton. Most jó helyen vagyok. Hát ezt én is átélem, hogy őszinte legyen. Szóval nem bírod, átletem. Azaz. Ott már nem kell sok. Hát ezt azt mondjátok, hogy ez 15 fölött. Hát jó, így már teljesen. Nehéz.
Így már teljesen. De van. A környéke. Ez majd valamit sajnos. Ki a nap hülyéje, aki egy ekkora halcsáért megfürdik a bodróban. De egyébként jó meleg a víz. Szóval, amikor kutyogtattok, ne vegyétek le a szemeteket a botról. Mert az 5 kilós harcsa kirántja a csónakból. Haragudhatnék rá, miért megfürdetett, de azért elengedjük persze. Ne vidd el a botomat máskor. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy ugrottam a bot után, amit elhúzott a harcsa, megnézhetitek a szilveszteri adásban.